Önök az Emprin Televízió híradóját látják május 24-én. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Már is kezdünk! 10 és 14 év közötti lányok életútját segíti a Sárospatakon induló két éves program. Viszmajor támogatással állítanák helyre a leszakadt zsólyomkai patakmedret Sátoraljaújhelyen. A városi rendezvényekről, valamint a civil és közösségi életet meghatározó eseményekről tárgyalt a Sárospataki Humán Bizottság. A Sárospataki Rendelőintézet épületében működő az Esélyegyenlőségért Alapítvány támogatásával két éves projekt vette kezdetét a településen, amelynek fő célja, hogy a 10-14 év közötti fiatal lányoknak iskola utáni jövőképet vázoljanak fel és segítsék őket ezeknek megvalósításában. A Roma Nők Életútja Védőnői Támogatással című projekt 40 diákot érint, azonban a cél elérése érdekében a szülőket is bevonják a program szervezői. A Sárospataki Rendelőintézettel karöltve az Esélyegyenlőségért Alapítvány már 15 éve segíti a térségben élők egészség megőrzését és annak javítását. Elsősorban a hátrányos helyzetben lévő családokat, szülőket és gyermekeket helyezik előtérbe egy-egy projekt megvalósításakor. Így lesz ez az elkövetkezendő két évben is. Egy eredményes pályázatnak köszönhetően ugyanis egy komplex program indult útjára. Segítséget kíván majd nyújtani a 10-14 éves korosztályú lányoknak arra, hogy bennmaradjanak az iskola rendszerű képzésben, hogy segítsük a továbbképzési, illetve továbbtanulási lehetőségeiket, illetve egy szemléletformálást is fogadni, legyen az egy mentális támogatás, illetve különböző szociális támogatás, de iskolátogatási programok vannak benne. Egy olyan széleskörű mentális és csoportfoglalkozások épülnek ebbe a programba, amely segíteni fogja őket abban, hogy legyen cél az általános iskola után is. Két év alatt 40 fiatal lány vesz részt a programban, amely a szervezők szerint három fontos területen segíti majd őket. Egyrészt a 10-14 év közötti fiatal lányok mentorálásával valósul meg, a programban résztvevő iskolákkal közösen programokat szerveznek, illetve alternatív programokat kínálnak számukra a jobb közösségi élmény elérése érdekében. Szeretetteljes gondolkodás fontos nekik. Azt érzékelem, valamint ahogy megérkeztek most itt a lányok a szülőkkel, az a nagy öröm, hogy én itt vagyok. Tehát nekik kellenek olyan emberek, akiket ismernek, akik hitelesek, és akiben bíznak, hogy valóban a gyermekeik érdekét fogjuk képviselni. Én azt érzem, hogy ez a legnagyobb segítés. Nyilván, hogy a tárgyi eszközök is fontosak, ami az ő tanulásukat fogja segíteni, és a különböző kirándulási programok, egyéb olyan iskolák bemutatása, ahol ők egy kicsit előrébb látva meg tudják teremteni a gondolataik által a saját céljaikat. Ezek is fontosak, de a személyes biztonság a legfontosabb. A projektnyitó kapcsán elhangzott, hogy az egyik legfontosabb feladat, hogy az érintett célközönségnek, azaz a fiatal lányoknak iskola utáni jövőképet vázoljanak fel, és segítsenek nekik abban, hogy a szüleikkel együtt el is tudják érni a közösségi élmények és szakemberek vezetése mellett. 15 millió forint szükséges ahhoz, hogy az idei eső és a korábbi fagyok után beszakadt zsólyomkai patakmedret rendbe tegye a Sátoraljaújhelyi önkormányzat. Mivel a város nem tud ekkora összeget előteremteni, ezért a belügyminisztérium Viszmajor keretéhez pályázik, amely program lehetővé teszi ezen váratlan helyzetek kezelését az önkormányzatoknál. Így a mai rendkívüli ülésen a pályázat beadásáról és az önrész vállalásáról döntöttek a képviselők. Gyors beavatkozásként a városellátó szervezet kitámasztotta a zsólyomkai patakmeder beszakadt részeit, de a tartós megoldásra még várni kell. Legalább addig, míg a belügyminisztérium Viszmajor keretét kezelő hatóságtól megérkezik a válasz a döntésről. Ide fordult az önkormányzat anyagi segítségért, erről döntöttek ma testületi ülésen az új helyi képviselők. A zsólyomkai pince soron a pataknak az egyik partfala mozdult meg egy picit az elmúlt időszak csapadékos időjárásának, és azt gondolom a téli fagyoknak köszönhető.
köszönhetően. Ugye ezt a helyszínt lejártuk, ugye rögtön be is avatkoztunk, mert a városellátó szervezet kollégái egy átcsolt állványon egyszerre meg is támasztották. A kormányhivatal, mert a katasztrófavédelmi illetékesei voltak a helyszínen, jogosnak találták az igényt, így összeállt a pályázat, és gyakorlatilag 15 milliót egy kicsit meghaladó támogatási igényel, illetve beruházási igényel kell, hogy előálljunk, aminek 10% önereje van. Erről döntöttünk ma egyrészt, hogy benyújtjuk a Viszmajor pályázatot, másrészt pedig a 10% önerőt, a 1,5 millió forintot a saját költségvetési forrásának terhére vállalja az önkormányzat. A Viszmajor keretre beadott támogatási igényen túl a Városi Könyvtár igazgatói álláshelyének pályázatáról is döntöttek a képviselők. A kulturális intézmény vezetői álláshelyének kiírása hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben is. A 2017-es városi kulturális stratégiáról hosszasan egyeztettek a Sárospataki Humán Bizottság ülésén. A városi rendezvényeket, civil és közösségi életet meghatározó dokumentum legfontosabb eredménye, hogy sok embert érdekel. Egyre több program valósul meg Sárospatakon. A bizottság tárgyalta még a Vai Miklós Református Szakgimnázium munkájáról szóló beszámolót is, miután 6 éve adták át a református egyház fenntartásába az oktatási intézményt. Az elmúlt évről szóló, a kulturális stratégiát érintő beszámolót is tárgyalta a képviselőtestületi ülést megelőzően a Humán Bizottság. Szvitankó Tamás elmondta, a stratégia évekkel ezelőtti kidolgozását követően minden évben egyeztetnek annak megvalósításának sikerességéről. Az eredmények azt igazolják, hogy a stratégiát aláíró szervezetek jól végzik dolgukat, az információk elérhetőségének biztosításáról pedig tovább egyeztetnek. Még mindig mondják az emberek, hogy mert nem hallottak lóra, és itt számba vettük, hogy mind a honlap, az Emplén televízió, az újságok, 2 sugárzott rádióban is jelen vannak ezek a programok, és a 21. század víványa, a Facebook, az okostelefonokon, Patakon is van 2 olyan applikáció alkalmazás, ami folyamatosan hirdette az embereknek az eseményeket, és még mindig van olyan komoly rétegek, azt mondja, hogy nem hallottam róla. Erről próbáltunk beszélgetni, hogy mi lehet még az a módszer, amivel ezt a idézőjelben tájékozatlanságot feloldjuk. 2012-ben került arra sor, hogy a város egyetlen szakképző intézménye új fenntartás alá került. Az eltelt időszakról a Vai Miklós Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon igazgatója számolt be a bizottságnak. Csupa pozitívum kerekedett ki a beszámolóból. Itt olyanokról beszéltünk, hogy felújítottak egy kollégiumot. Szóba került olyan dolog, hogy hogyan tudják a diákoknak a szakképzését, szakmai gyakorlatát végezni. Nagyon sok olyan információ hangzott el, hogy milyen nehézségek vannak ezen területen. És hát természetesen a szakok, hogy milyen szakok legyenek az iskolában, erről is beszélgettünk. A bizottságban egy nagyon-nagyon pozitív kép alakult ki a intézmény munkájáról, és hát természetesen elfogadásra javasoltuk a képviselőtestület felé. A Humán Bizottság elnöke összegzésként hozzátette, hogy a 6 évvel ezelőtti döntésük jogosultságát a képzőintézményben végzett színvonalas munka visszaigazolta. Majdácska legidősebb lakosát, a 105 éves Kasaják Józsefet köszöntötték születésnapja alkalmából családtagjai, barátai és a helyi képviselőtestület tagjai. Ahogy mondták, Józsi bácsi élete példa lehet mindenki számára. Erőben, egészségben végig dolgozta az egész életét, Istenbe vetett hittel nevelte gyermekeit, és úgy véli, az életnek az a lényege, hogy becsülettel lehessen visszatekinteni a cselekedetekre. 1913-ban Albert Schweitzer kórházat alapított Afrikában. A Ford gyárban elindult a világ első futószalagja, és Pittsburghben megnyílt az első benzinkút. 1913. május 19-én a magyarországi Vajdácskán megszületett Kasaják József. A pünkösdi hétvégén őt köszöntötték családtagjai, barátai és a helyi képviselőtestület tagjai. A 105 éves Józsi bácsi megbecsült lakosa a falunak, a polgármester személyesen is gratulált neki. Boldog és megható pillanat, hogy szeretteik körében köszönthetjük egy kiemelkedő szép napon. Élete példa lehet mindenki számára, mert alapelve a tisztesség, a jóság, a család megtartó erejében való hit és a családja iránti érzett felelősség.
Mi, akik jelen vagyunk, megtanulhattuk Jóska bátyámtól, megtanulhatjuk a helytállást, az élni akarást, a sugárzó szeretetet, mert ez ad erőt ennyi éven át. Vajdáska legidősebb lakosa köztiszteletben áll. Mesélték is róla, hogy 100 évesen még a saját maga által termelt zöldségeket árulta az újhelyi piacon, 102 évesen még maga szedte a diót a fáról. Ma már nehézkesebben jár, de még van benzin a motorban, mondta híradónknak. Születtem 1913. május 19. Hát ez még nem álmodtam meg 3-4 nappal ezelőtt, hogy én már kibírom ezt. Hát nekem már kin az élet. Petrenge két szoka is, nappal is. Hát de nem hagyom magam, veszem az erőt magam. A felesek majd valamelyik jön, hát csak felállíthat. Vagy oda tesz a helyére. Feleségével 10 gyermekük született, egy meghalt, 9-et egészségben fel tudtak nevelni. Unokái és dédunokái száma jóval 100 fölött van. Józsi bácsi élete nehéz és dolgos volt. Földesuraknál, grófoknál is dolgozott, kapásbrigádot is vezetett, ahogy mondta, egész életében becsülettel, teljes odaadással tevékenykedett, bármerre is vetette a sors. Máma vagyok. 45 éves nyugdíjas. Azt nem sok éri el a 45 éve, mert 60-ban ment, nem, 73-ban, ha jól emlékszek vissza, akkor töltöttem a 60 esztendőt, akkor még itt dolgoztam az állami gazdaságban, mert onnan vagyok nyugdíjas. Még 1100-al mentem nyugdíjba. A 105 év eseményeiről szívesen mesélt a vendégeknek Józsi bácsi, de azt is elmondta, mind a helyi, mind pedig az országos ügyeket figyeli a híradóból, és a kezében tartott emléklapból is, amelyet a miniszterelnök írt alá, már több van neki. Jó eséllyel a 110. születésnapján egy újabbal gazdagodhat az élete. Egyre többen húznak futócipőt térségünkben is, hogy az egészségüket, a testüket védjék, erősítsék. A kezdőket térségünkben futónagykövetek segítik, és olyan sportszervezők, akik számos tömegsport rendezvénnyel csábítják futásra, mozgásra az embereket. Ilyen lesz például a tengerszemfutás is, amelyet vasárnap rendeznek meg. A táv igaz rövid, de annál nehezebb. De hogy ne szegjék kedvét senkinek, több formában hirdetnek versenyt idén is. 4-20,5 óra alatt futották körbe a Balatont a zempléni futók. Sátoraljaújhelyből már több éve képviseltetik magukat futók az Ultra Balaton versenyen. Bár a csapat száma most kisebb volt, a teljesítmény nem maradt el a szokásostól. A tapasztalat és természetesen a futás szeretete kellett a jó eredményhez. Kicsit nagyobbat álmodtunk, és 4 fővel vágtunk neki a 221 kilométernek. Zempléni 4-es fogat nevet adtunk magunknak, és ennek megfelelően egész jó eredménnyel vágtáztunk körbe a Balaton körül. Úgyhogy mindenki nagyon szépen teljesítette a vállalt távot, egyformán osztottuk el a kilométereket, tehát mindenkire olyan 55 kilométer jutott. Nem csak tőlünk távol vannak kihívások a futóknak, de egészen közel is. Ilyen a vasárnapi tengerszemfutás. A terepfutó versenyt immár 4. alkalommal szervezik meg, acélos és sprinttávokkal. A csodálatos természeti környezetben szervezett futásra amatőrt, kezdőt, tapasztalt futókat és még gyerekeket is várnak. Sárospatak természeti látványosságát szeretné a tágabb térségünkben, vagy akár országos szinten is bemutatni a futótársadalomnak, illetve a Zemplén hegyeinek vonulatait. 4. alkalommal szervezzük meg, 2 távon fog megszervezésre kerülni, viszont új útvonalat is érintünk ezen az éven. A szervezők nem csak a kalóriák égetéséről, de annak visszapótlásáról is gondoskodnak, így aki részt vesz a versenyen és kitartó, délután szalonna sütőversenyen is megmutathatja, hogyan égeti a zsírt, de ezúttal nyáron. Nem is számolják már, hány ezer gól esett az elmúlt 24 évben, amióta megszületett az újhelyi Keri és a pataki Refi, vagyis az 5. István Katolikus Szakgimnázium és Gimnázium és a Református Kollégium gimnáziumának 12 órás foci tornájának ötlete. 24 éve rúgják rendszeresen a bőrt a diákok, májusban évente egyszer. A diákok változnak, csak egy állandó, a barátság és a futball szeretete. Thank you.
Idén közel 100 fiú rúgja a bört reggeltől estig a katolikus keri udvarán. Refis és keris diákok barátságos futballmérkőzése ez már 24 éve. A hagyományt nem szakította meg az sem, hogy az iskolák fenntartókat és testnevelő tanárokat cseréltek, hiszen ez a bajnokság elsősorban a futball szeretetről szól. Olyannyira, hogy akik már régen nem tanulója az iskoláknak, még azok is visszalátogatnak. Öreg diákokat várják, jelentkeznek telefonon, érdeklődnek, nem is kell verbúválni a csapatokat. Az idén a keriből kb. 50 diák, aki aktívan részt vesz a mérkőzéseken. Számolatlan, hogy mennyi gól esetett az elmúlt két évtizedben ezen a tornán. Átlagban 100-tól is többször landol a kapuban a labda, így közel 2500 gól esetett már ezen a bajnokságon. A képzeletbeli kupa pedig vándorol a két iskola között. 5 évem alatt háromszor vittük el mi, kétszer maradt itthon a kerinél. De vegyes, ez tényleg mindig nagyon vegyes szokott lenni. Előtte is, amit hallottam vissza a nagyobbaktól, ők is mindig mondtak, hogy egyszer a keri, egyszer a lefi vitt el. A fiúk, mert idén csak ők játszanak a pályán, szívesen vesznek részt a maratoni mérkőzéseken, bár ahogy elmondják a visszatérő idősebbek, néhány órával a vége előtt már csak az igazán kitartóak vannak jelen. Amikor már egy kicsit fáradunk, elfogynak a csapatok, meg ugye akik csak azért vannak itt, hogy lógjanak, azok inkább úgy elmennek. És akkor utána van az a kemény mag, aki itt van végig. A jubileumi 25. bajnokságra már most készülnek a diákok. Reméljük, akkor egy-egy lánycsapattal is kiegészülnek majd az iskolák. Végül nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. 10 és 14 év közötti lányok életútját segíti a Sárospatakon induló két éves program. Viszmajor támogatással állítanák helyre a leszakadt zsólyomkai patakmedret Sátoraljaújhelyen. A városi rendezvényekről, valamint a civil és közösségi életet meghatározó eseményekről tárgyalt a Sárospataki Humán Bizottság. Kedves nézőink, híradó után időjárás jelentés. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra.